Üdvözlöm Önöket, Varga László vagyok, az MSZP elnök helyettese. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat kellett, hogy foglalkozzunk a közösségi közlekedés ügyeivel, elsősorban a kötött pályás közösségi közlekedés ügyeivel, a Magyar Vasút helyzetével. Sajnos nagyon sok hírt, nagyon sok ügyet adott a vasút a közéletnek az elmúlt hónapokban, és hát egyre másabb problémákról volt szó. Nagyon világos, hogy nem egyedi elszigetelt jelenségekről, hanem rendszer szintű problémákról. Mind a pálya, a magyar vasúthálózat állapota síralmas, mind pedig a járműpark helyzete. És ne felejtsük el, hogy többször elhangzott, hogy egyes állásokban bizony komoly hiányok vannak a MÁV kötelékében, és hát meg is kéne fizetni tisztességgel a vasúti dolgozókat. Nagyon sokat foglalkoztunk tehát ezekkel a problémákkal, nagyon sok mindenkinek hívtuk fel a figyelmét arra, hogy mit kéne tenni, hiszen a szakemberek ezt rendszeresen elmondják, csak meg kéne hallgatni az ő szavukat. Aztán a kormány mégis úgy tűnik, hogy más irányokat vett, hiszen nem régiben sajtóhírekből azt hallhattuk, hogy nem a vasút fejlesztése kívánnak sokat költeni, hanem sajtóhírek szerint a Budapest Airportot szeretnék megvásárolni. Egészen konkrétan úgy hangzanak ezek a hírek, hogy több mint 1500 milliárd forintot kíván erre elkölteni a kormány. Mi nagyon világosan elmondtuk, hogy ebből a járműparkot is meg lehetne újítani, és a pálya hálózaton is legalább a lassú jeleket föl lehetne számolni, és egy versenyképes vasúti közlekedése lehetne az országnak, még ha nem is az összes problémát lehetne ebből a nagyságrendből megoldani. Nagyon egyszerűen összefoglalható tehát most már a MSZP üzenete a témában, reptérvásárlás helyett vasúti fejlesztésekre volna szükség. És hát akkor nézzünk meg néhány olyan jelenséget, ami tényleg csak az elmúlt néhány hétben látható volt egyes vonalakon, és most még csak nem is a járművek állapotával szeretnék ezen a sajtótájékoztatón foglalkozni. Először is az egyes vasútvonalról néhány gondolat, amelynek a felújítása, rekonstrukciója hát elég komoly sajtóhíreket okozott itt az elmúlt időszakban. Ugye ne felejtsük el, hogy ez egy komoly nemzetközi fővonal is. Itt volt ez az ominózus Lázár-féle mondat a nyári időszakban, amikor utasította a MÁV-ot, hogy azonnal kezdjék meg itt Biatorbágy környékén munkálatokat, és hát azt is mondta Lázár János, hogy aki egy 800 milliárdos kasszában nem talál 32 milliárd forintot, amivel később elszámolnak, az tegye le alantot. Azt is mondta, hogy ne okoskodjanak a MÁV vezetője, hanem csinálják azt, amire utasította őket. Valószínűleg nem ilyen típusú utasításokra lett volna szükség a MÁV vezetőjének, hanem többletforrásokra, amiből megfinanszírozhatták volna ezt a pályafelújítást. Minden esetre ebben a helyzetben természetesen a tervezésre, átfogó előkészítése nem volt lehetősége az érintetteknek. Amit megjegyzek, hogy nemzetközi előírások szerint is nyilván hosszabban kellett volna megtenni, például az itt közlekedő nemzetközi vonatok kapcsán is, hiszen a szomszédos országok vasúttársaságainak is kalkulálnia kell azzal, hogy hol, mikor lesznek felújítások. Évekkel korábban szokták a nagy átfogó fővonal felújításokra egymást tájékoztatni a vasúttársaságok. Itt nyilván ez nem történhetett meg, és hát ilyen körülmények között nyilván az anyagok sem álltak megfelelő rendelkezésre. A hírek szerint egyébként sok erőforrást, anyagot a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséről irányítottak át. És hát nyilván van, hogy a vonatpótlóbusznak a sofőrje helyismeret hiányában eltéved, talán ez a kisebb baj, de hát rendszeresek és állandóak a késések ebből kifolyólag. Itt jött az a sajtóhír utána, hogy az osztrák államvasút tulajdonképpen Bécsben megszakítja a Railjet vonatok közlekedtetését, hiszen ilyen kiszámíthatatlan menetidővel nem kalkulálhat egy nyugat-európai vasúttársaság. Az a helyzet, hogy a helyzet még súlyosbodni fog. Október 27-től gyakorlatilag teljes kizárással fog folytatódni ez a munka, és ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem fognak már az érintett szakaszon vonatok közlekedni, kizárólag pótlóbuszokkal látják el majd ezt a feladatot. El tudjuk képzelni, hogy mit fog ez okozni.
hát nagyon nagy energiákkal kéne ezt az időszakot megszervezni, és olyan technológiával, ami hát nagyon hamar meg tudja oldani ezt a felújítást. Ilyen vágányépítő gépláncok természetesen Nyugat-Európában vannak, és gyorsabb folyamat lehetne ez, azt hiszem mindannyiunknak ez lenne az érdeke. A Budapest-Belgrád vasútvonalról is nagyon sok szó esett az elmúlt időszakban, ugye ez egy 1,7 milliárd eurós projekt, aminek a szükségességét hát minimum vitatták szakemberek, de hát optimista becslések szerint is van, aki 130 évre tette ennek a megtérülését. Volt olyan pessimista becslés, ami 2400 évre, tehát nem igazán indokolható ez a kínai hitelből megvalósítandó beruházás. Tehát minimum kockázatosak ennek a hitelnek a feltételei, de ezt nem tudhatjuk egészen pontosan, hiszen kínai kérése titkosította ennek a részleteit a kormány. Ugyanakkor hideg zuhanyként érhette a kormányt és az illetékeseket az a hír, hogy sajtóhír, hogy a kínai fél kihátrálni készülhet a projektből, hiszen egy olyan egységes európai vonatbefolyású rendszert kéne kiépíteni itt 120 km per órás közlekedés felett, amelyhez a technológiája a kínai félnek állítólag, sajtóhírek szerint nincsen meg, és hát ez az egész beruházás megvalósíthatóságát kérdőjelezi meg, ahhoz képest, hogy milyen erőforrások mozdultak már meg ebben a projektben, ez egészen elképesztő. És hát beszélnünk kell olyan kérdésekről is, mint mondjuk a Pápa-Csorna vasútvonal kérdése is, ugye ez egy 37 kilométeres vasútvonal, ahol már fideszes képviselők is azt mondják, hogy indokolatlanul hosszú menetidőt okoz a MÁV üzletpolitikája, illetve hát ahogy működteti ezt a vasútvonalat. Azt mondhatjuk, hogy ezt a 37 kilométeres távot az 1970-es években sokkal gyorsabban tette meg a vasút, mint manapság. El tudjuk képzelni, hogy ez mennyire versenyképtelenné teszi ezt a vonalat. És végül még egyetlen ügyről szeretnék beszélni. Ugye nagyon komoly közéleti vitákat vált ki az akkumulátorgyárak ügye Magyarországon. Rengeteg lakossági fórum és nagyon sok indulat is van ebben a kérdésben. A kormány elkötelezett ebbe, ez látszik. Ugyanakkor az alapvető feltételek nem látszanak biztosítottnak, hiszen a sajtóhírek szerint az akkumulátorgyártó cégek, ezek a potenciálisan idejövő cégek kezdtek el már reklamálni a kormánynál annak kapcsán, hogy milyen állapotban vannak a magyar vasútvonalak, hiszen ezeknek a gyáraknak egy része már jövőre termelni fog, és nyilván a kínaiak adott esetben, vagy hát azok, akik ezeket a gyárakat működtetik, joggal teszik fel a kérdéseket, hogy hogyan lehet így versenyképesen árut szállítani a magyar vasút hálózaton, és hát joggal teszik fel a kérdéseiket, hogy a kormány mit kíván tenni a magyar vasút hálózat fejlesztése érdekében. Tehát még az akkumulátorgyárakat is meglepte az a elképesztő állapot, ami a magyar vasút hálózaton tapasztalható. Nagyon hosszan tudnám még sorolni sajnos a magyar vasút hálózat, a pálya hálózat állapota kapcsán a problémákat, ahogy tettem korábban a járműpark kapcsán is, és az egyéb feltételek kapcsán is. Egy dolog biztos, hogy nem lehet tovább halogatni a magyar vasút fejlesztését. Határozottan arra szólítjuk föl Lázár Jánost, hogy azonnali lépéseket tegyen a pályahálózat felújítása érdekében, a kormánynak pedig azt tudjuk üzenni, hogy nem reptérvásárlásra van szükség, hanem a magyar vasút hálózatának fejlesztésére. Köszönöm, hogy meghallgattak.